A zsűri tagjai Lacik Dénesné, a Kerekcipó Kft. Ügyvezetője Szabó Józsefné, a Karcagi SC Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégium szakácsoktatója és Daróczi Erzsébet újságíró 34 édes és sós süteményt kóstolt meg. 34 féle sütemény volt, és hát a korosztály is elég széles skálán, 9 évestől 91 évesig. Mi a legnagyobb öröm, hogy jóval többen versenyeztek most, mint az előző években, és elég nehéz feladata volt a zsűrinek, mert nagyon sokféle sütemény volt, nagyon sokféle keltészta, és azért ezt összehasonlítani, dönteni a sorsuk fölött elég nehéz volt. A süteményeket a Dériné munkatársai vették át, és látták el sorszámmal, így mi vakon kóstoltunk, mondta az értékelés után Lacik Dénesné. Szívvel, lélekkel, mert ez a lényeg, főleg a keltésztánál, hogy mindent beleadni, és remélem, hogy nagyon örülnek majd az eredményhirdetés után is. Több kategória volt olyan, hogy édes sütemények, sós sütemények, ugye most is aratott a Ferdinánd, abból elég sokan hoztak házi tésztájukból. Fogalmazott a zsűri elnök, aki azt is elárulta, hogy a végén 4-4 arany, ezüst és bronz minősítést adtak ki. A nevek a kolbász ízesítő versenyen lesznek ismertek, addig titkosak.